Soha ennyi jeles színművész, és különösen Budakeszin élő jeles színművész nem lépett még színpadra városunkban, mint most szeptember 6-án és 7-én a Földi Hatalom Égi Kegyelem című színműben láthatjuk majd. A Makkos Máriai kegyhely történetét bemutató zenés előadásban fellép Balázs Péter Kossuth Díjas színművész, kiváló művész, és a Budakeszin élő Crespo Rodrigo, Jászai Mari Díjas színművész és színházigazgató, Détár Enikő és Timkó Eszter színművésznők, Becz István, Borbé Sándor, Szabó Sipos Barnabás, Szakás Tibor színművészek. Ők mind városunkban élnek. A rendező pedig a szintén Budakeszin élő Széles Tamás színművész. Szeretettel ajánlom figyelmével minden kedves érdeklődőnek. Most nagyon szép volt a repülők. Az jutott eszembe, hogy ahogy a repülőgépek jönnek, és játszak, lehet, hogy nem kell lefúrni, én mondtam, de lehet, hogy ebből egy kicsit ki lehetne még mozdulni, csak nagyon szépen lassan, és picit még távolabbra egymástól, messzebbre egymástól. Azért is örültem ennek a felkérésnek, mert Budakeszin rengeteg művész lakik. Hát képzőművészből csak olyan 200-valahány él itt a városban, de színészből is jó páran vagyunk. És talán ez az első alkalom, amikor az önkormányzat megkérte a helyi színészeket, hogy egy picit álljanak össze, és lokálpatriótaként működjenek közre egy produkció létrehozásában. Tehát már önmagában ezért megéri, vagy megérte ezt a produkciót felvállalni. Másrészt ugye az ember az élőhelyét természetesen nagyobb odaadással és igazabb szívvel tud dolgozni, pláne hogyha egy kegyhely történetét kell megeleveníteni ugye a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz kapcsolódó Ars Sacra Fesztivál keretében. Azért jó ezt a darabot rendezni, és azért jó ebben a darabban részt venni, mert egy kicsit igazi játékká válhat a színház. Tehát van egy szakrális téma, Varga Lórántnak a Kővel kő nélkül című darabja, amiből meglehetősen szabad kézzel gyurmázunk a saját arcunkra, a saját korunkra, a saját gondolkodásunkra egy előadást. A kőszínházi hagyományos munkáktól eltérően, és nem is annyira egy rendezőnek a koncepciója érvényesül, hanem mindenki szóhoz tud jutni az alkotó folyamatban. És ami a színház régen volt, és igazából ideális esetben lenne, azt hiszem igazi társasjátékká tud válni. Jó napot! Mindörökké áll. Jó napot! Segíthetek valamire? Nagyon megtisztelő volt a felkérés, ezt komolyan mondom, és nagyon hiányzik a színház. Másfél évig ültünk otthon, nekem már minden jó, csak egy picit hadd játszak. Úgyhogy itt karakter szerepem van, rossz ember vagyok, mi kell még? 180 évvel ezelőtt hasonló párbeszéd folytott el az elődeim között. Akkor második József császár űzte innen a trinitárius. Ne érdekelnek a felmenői, ha ez a templom új, akkor csak vannak itt értékek. Nagy öröm számomra, hogy számomra kedves emberekkel játszhatok, és főleg itt Budakeszin, ahol élek is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen kegyhely van egy városban, arról minél többen tudjanak, és én ugyan tudtam, hogy itt van, és a Mária Sziklák is, tehát, de nem néztem utána, én magam sem, és jó volt olvasni, hogy mennyi minden van itt, és azt gondolom, nagyon fontos, hogy ahol lakunk, ott minél többet megtudjunk a hely történetéről. És én nagyon örülnék, hogyha minél többen eljönnének, és rácsodálkoznának, hogy tulajdonképpen mi minden található itt Budakeszin. Számomra rendkívül inspiráló, hogy új embereket ismerhettem meg. Amikor alkotó emberek jönnek össze, akkor ez egy teljesen más minőség. Öröm együtt gondolkodni és látni, ahogy próbáról próbára változik a darab. Szerintem a végére egy nagyon különleges mondani valóhoz fogunk eljutni, és én is örömmel hívnék mindenkit, hogy ezen az utazáson vegyenek részt velünk együtt. Áldó szűz anyád.